estét kívánok! Van itt velünk ma egy színésznő, aki baromi jó színésznő. Valójában igazából a művészet magas iskolája, aztán meg az egész ország megismerte egy reklámfilmből. Ő volt Nyuszó Muszó. Fazakas Júlia van ma itt, és köszöntelek a stúdióban. Szia. Nem volt ez művészi harakiri? Nem volt az, hogy ilyen kritikákat kaptál? Hogy azért ez kicsit nem biztos, hogy ez volt a legjobb. És bocsánat, hogy ezzel kezdem, csak valószínűleg mindenki erre gondolna, addig, amíg föl nem teszem ezt a kérdést. Hú, igen, ezt megkérdezték már többször is tőlem, de természetesen, hogyha elvállal valaki egy reklámot, akkor tudja, hogy mi a hátulütője, meg mi az, ami pozitív. Csak azt akartam ezzel éppen mondani, hogy én azt gondolom, hogy a mai világban egyértelmű, hogy nincsenek ilyen kérdések, vagy nem kellene ilyen kérdéseket feltegyünk, mert az, hogy valaki reklámfilmet csinál, az nem jelenti azt, hogy prostituálta magát. Tehát persze nagyon sokan színházi vagy színészi prostitúciónak nevezik. Szerintem sokkal nagyobb prostitúció mondjuk egy sorozatfilm, vagy egy főleg a ma a médiában mozgó kis dokumentarista jellegű filmecskék. Azzal indul el ez igazából, amikor a Cserhalmi Gyuri jó pár évvel ezelőtt elfogadta valamelyik bankreklámnak a főszerepét. Nem tartom én ezt prostitúciónak. Magyarországon gondolják ezt sokan, és azért is tettem ezt a kérdést. Nem szerintem mindenhol. Igen. Amerikában nagyon sok színész szerepel ilyen reklámfilmekben. Akik egyébként elismert és művészi színészek. Azért feltételeztem, hogy Magyarországon kaphatsz ilyen kritikákat csak. Figyelj, én azt gondolom, hogy ez tényleg attól függ, hogy az ember mennyire nyitja, tágítja ki a saját világát. Nekem belefér, főleg, hogy olyan rendezőkkel dolgoztam, meg olyan színészekkel dolgoztam együtt, ami egy pozitív élmény volt. Miért ne egy-kettő anyagilag meg vagy fizetve, szóval ezzel nincsen probléma, 10 évre legalább valamit az asztalra tegyél, és mellette dolgozhatsz olyasmikben is, amikor, mint például kisebb megmozdulásokban, ahol pedig egy fillért sem kapsz, és csinálod a dolgodat ezerrel. Te Marosvásárhelyen kezdted, ott voltál ugye a Színi Akadémián. Ez ugye ugyanaz a Színi Akadémia, ahonnan Sára Sándor téged elhívott, hogy szerepelj a Vád című filmjében. Még ez 96-ban nagyon régen volt. 96-os, azt hiszem, a film maga 96-os. Talán egy kicsit később, mert, de lehet, hogy 96, lehet, hogy igazad van, én harmadéves voltam, és egy harmadéves vizsgaelőadást látott a Sára Sándor, és itt Pesten találkoztunk, emlékszem, elhívott vacsorázni, és elém rakta a szövegkönyvet, és azt mondta, hogy itt van 3 szerep, választ ki, hogy melyiket szeretnéd. Szóval annyira belém szeretett akkoriban. Igen, de 4 női szerep volt, vagy 3 ilyen velem egykorú, meg egy nagyon fiatal, tehát 4 lánytestvér van a filmben. Úgyhogy én akkor választottam ezt a legérzékenyebb lánykát. És érdekes módon, hogy a bemutatón csak ő élt. Tehát mi igazából ezek a nők, ezek természetesen léteztek, és munkatáborban voltak a háború után. 10 vagy 15 évre küldték el őket munkatáborba, és ez az egy nő, akit én játszottam meg, tehát túlélte ezt a munkatábort, és ott volt a bemutatón, találkoztam vele. Ugye ez egy 44-es történet, tehát igen, a második világháborúhoz kapcsolódik a történet, mindenki nézze meg egyébként a filmet. Milyen érzés volt egy valódi embert játszani? Hát azért ez baromi ijesztő lehet, pláne úgy, hogy főiskolás vagy még akkor. Talán ebbe bele se gondoltam én akkor. Uh-huh. Az az igazság, hogy egy... Csak élvezted, hogy színész lehetsz? Nem. Elképesztő sokat tanultunk, és iszonyatosan fáradtak voltunk. Egy tanyán játszottunk, vagy éltünk gyakorlatilag egy hónapon keresztül, és Moson-Magyaróvár mellett vannak ilyen tanyák, de ilyen több kilométerre egymástól élnek emberek, tanyasi emberek, és
Hát tényleg olyan volt, hogy a gumicsizmában papír volt, és fagyoskodtunk, és éjjel-nappal forgattunk, szóval nem is tudtam én azt felfogni, hogy én valakit játszok, mert annyira én voltam az, aki abban a pillanatban ott szétfagyott, és megerőszakolódott, és megölődött, és tönkrement, és lelkileg szétroncsolódott, hogy azt lehetetlen volt másnak érezni. Mi ragad meg egy ilyen sztoriban? És most hagyjuk azt, hogy a stáb és a rendező neve hatalmas. Egy ilyen sztori azért egy törékeny lánynak a lelki világát lehet, hogy egy picit azért megvisel. Megviselt. Én szerintem sokat, tehát hogy kicsit felnőttem én az a forgatás alatt. Tényleg érdemes megnézni, mert nagyon naturalista és nagyon szívbemarkoló jelenetek vannak benne. Egy családnak az élete, ahogy tönkre megy gyakorlatilag, ahogy nem szeretném elmesélni, mert hosszú lenne, de a lényeg az, hogy látni a saját bátyádat meghalni, megtudni milyen az, hogyha több katona, orosz katona, vagy teljesen mindegy, hogy milyen katona, vagy férfi megerőszakol. Szóval ezeken túl menni olyan érzés, mint hogyha tényleg veled történne, és tudod, hogy nem veled történik, de lehetetlen nem átélni, ugye? Szóval fel kell nyúlni egy ilyen feladathoz, és nekem ez volt az első ilyen élmény. Beszélgettél az élő szereplővel? Ugye hát, aki még élt, amikor te... Beszélgettem, de nem emlékszem már, hogy mit. Aha, értem. Beszéltük azt ugye, hogy Marosvásárhelyen voltál. Tehát ezek szerint egy klasszikus határon túli művész vagy, aki átjött Magyarországra. Téma hogy ez az, hogy klasszikus? Hát nagyon sokan vannak, akik azért adott esetben pont Erdélyből jönnek, és akkor itt szeretnének karriert csinálni. Nem, én nem így voltam, vagy nem ez volt az én életem igazán. Dibul, én nem is akartam eljönni, csak nagyon szerettem, Marosvásárhelyen voltam 5 évig a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. Sok izgalmas pesti rendezővel dolgoztunk együtt, viszont lett egy kapcsolatom, és az ide húzott, szóval ő Pesten élt, és 3 évig úgy éltünk, hogy 2 hetente tettük meg ezt a távolságot Vásárhely-Budapest között, és hát egy idő után már semmilyen körülmények között nem lehetett elviselni. Úgyhogy inkább én költöztem, és így indult itt a karrierem, vagy így folytatódott. Aha, igen. Először a Honvéd Színházban játszottál? Először a Stúdiókában játszottam, de akkor alakult a Honvéd Színházban is egy csapat. Nagyrészt ugyanaz a csapat, aki Marosvásárhelyen volt. És akkor oda is hívtak. És én nekem választanom kellett, és így választottam a Honvéd Színházat. Azt mondtad egy interjúban, hogy az országhatárt átlépve akartok a színházi körforgásba belépni, és sokkal nehezebb dolgotok van. Tehát akkor eszedbe sem jutott az, hogy ne maradj otthon? Ne lépd át ezt a határt? Vagy akkor mégis jobb lett volna? Vagy hogy van ez? Egyetem téma még ez, hogy te most nem is vagy budapesti tőzsgyökeres? Vagy hogy... Témának nem téma, talán annyiban volt nehezebb ténylegesen, mert hát amikor ide költöztem, akkor nem ismertek annyira. Mert nem itt végeztem Budapesten, nem láttak engem előadásokban, vagy ha láttak is, akkor ritkán. Szóval játszottunk mi Magyarországon, többször is előadással turnéztunk, de hát az mégsem akkora nagyságrendű, mint mondjuk egy itt végzős egyetemistának. De sosem éreztem mégsem ezt blokkoló tényezőnek. Valahogy mindig nagyon megtaláltak engem azok az emberek, akikkel én akartam dolgozni, meg én is megtaláltam őket. Szóval nem érzek hiányt egyáltalán azóta sem, amióta ide költöztem, semmilyen szempontból. Most Budaörsön van 2 darab, és az egyik az egy francia fogorvosról szól. Mi fog meg téged egy francia fogorvos sztoriában? Te vagy ugye azt hiszem az asszisztens, aki hát aztán eljátszik egy feleséget, ezt nem mondjuk el a nézőknek hogyan, de hogy mi fogott meg a sztoriban? Hát ez egy mennyire? Ez egy kabaré, vagy nem is tudom, komédia? Hogyan épül fel, és mi az, amit téged meg tudod ebbe ragadni? Hát ez egy fantasztikus szerep. Szóval a Stephanie Marceau, az asszisztensnőnek a szerepe az egy... Tényleg egy olyan szerep, aminek elképesztő íve van, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindent lehet benne játszani, és
élvezetes játszani. Jó a szövegkönyv, amit most egy, végül is újra fordítottak, gyakorlatilag az új dramaturg, vagy ez a dramaturg, aki a szöveget szövegen dolgozott. Az, hogy mi fog meg egy francia fogorvosba, semmi. Nem a fogorvosba, természetesen, a te szerepedbe. Az én szerepedbe. A karakteredbe. Mi az, amit imádsz benne? Mert látom, hogy kicsasz az. Minden. Figyelj, nagyon szeretek komédiázni, szóval én egy nagyon komikus alkat vagyok, de ugyanolyan, hiába mondták azt már az egyetemen, hogy én médiázok, szóval nagyon-nagyon tudok szenvedni, és hát ebben tényleg minden benne van. Szóval a sírástól zokogáson át, a sikítva viccelésen keresztül minden benne van, és hát ilyen, ez egy olyan feladat, ami már nagyon rég várt rám. Uh-huh. Van egy másik darab, amivel játszol, egy nagyon beszédes neve van, Budaörs éjjel-nappal. Ami a Budapest éjjel-nappalra nyilván egy picit rímmel, ezt nem lehet nem észrevenni. Ez miről szól? Ez hasonlóan ilyen trágár, vulgáris reality, ami a tévében van, vagy egy picit más, és valami humor van? Te láttad? Nem láttam, ezért kérdezem. De miért indítottad úgy, hogy trágár? Hát a címéből gondolnám, mert az Budapest éjjel-nappal az erről szól. Jaj, csak én azt én nem láttam, még soha nem láttam abból egy részt sem. Én se, de tudom, hogy miről szól, mert tele van vele a média. Igen, nem hiszem, hogy bármilyen köze lenne. Szerintem arra reflektálhat. Megnéztem, ilyen humoristák hívták. Van egy régi magyar dal, aminek szintén ez a címe, hogy Budapest éjjel-nappal, uh-huh. vagy nem tudom. Szóval nekem rémlik egy ilyen nagyon régi dalocska is, ami uh-huh. lehet, hogy inkább az a... Nekem eszembe se jutott, de biztos, hogy van. De nagyon aktuális. Tehát azért Litkai Gergely volt az egyik az ember, aki, vagyis nem volt még mindig, ugye? Az egyik író. Az egyik írója. Ő azért nagyon sokszor szokott aktuális dolgokkal így, hát nem is tudom, fricskázni. És azt gondolná az ember, hogy azért a címek akkor egymásra köszönnek. Lehet, én nem akartam ennyire. Miről szól ez? Ez 8 jelenet, 4 rendező rendezett 8 jelenetet. Ez már eleve ettől is izgalmas, hogy 4 különböző rendező rendez egy előadást. Uh-huh. Zavaró ez színészként egyébként? Nem, nagyon izgalmas. Én először dolgoztam így rendezőkkel. Bár fárasztom, mert ugye amikor az egyik rendező kifárad, akkor jön a másik, de szintén csak ezek a színészek. És ellentéteset? Nem, mivel, hogy mindenkinek volt 2-2 jelenete. Tehát senki nem szólt bele a másik jelenetibe. Megnézték, természetesen ültek mind az ilyen 4 zsűri, ismeritek ezt a mostani megy a tévében, és szóval ennyiben volt izgalmas, hogy 8 nagyon különböző jelenet lett emiatt. Van egy benne, hogy bevásárló városnak látjuk-e a Budaörsöt, nem? Tehát, hogy így ilyen zombik vagyunk, miközben bevásárlunk. Ezt csak olvastam, lehet, hogy nem így van. Van ilyen, zombiká változunk, így van, de hát ez egy fricska, és ezt igazából bármely a világ bármelyik pontján izgalmassá vált. Nem, csak tudom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ez valamiért, hogy miért pont Budaörsön történik ez meg, hát bárhol megtörténhet, hogy zombivá válunk, ugyebár, és meg is történik, hogy zombivá válunk, és megharapjuk egymás nyakát, idézőjelben. Játszottál Csíksomjón? Igen. Az István a királyban. Azért ez már nem reklámszerep, ezt lássuk be, sőt Gizella voltál, azt hiszem. Igen. 350 ezer ember, baromi sok. Aztán olyan is van, hogy te játszottál szobaszínházban. Úgy érzem, hogy te szereted lebontani a színháznak a falait. Ezt jól gondolom? Jól gondolod. Én ott Marosvásárhelyen nagyon, nagyon sokáig klasszikus színházat csináltam. És amikor ide költöztem, akkor kinyílott a szemem, mert ott igazából azon kívül nem nagyon volt más. Tehát volt a rádiózás, és kész. Szóval egyszer-kétszer elhívtak egy-egy filmre, talán még ott is csináltam egy reklámfilmet, egy Renault, ha jól emlékszem, bocsánat. 4 egyébként. 4 Renault filmben. Azt a mindenit, hogy tudod. Na és az első még ott volt. És a lényeg az, hogy amikor ide költöztem, akkor vettem észre, hogy hány féle fajta színház. Ezt kötött valakihez? Hogy ki volt az első, aki először bemutatta, hogy a színház, ott a nézőtérre is ki lehet menni például, vagy ilyenek? Ilyen volt, akihez ezt itt tudott kötni? Én eleve egy ilyen nagyon improvizatív színész, imádok improvizálni, ezt már az egyetemen is észrevették, és sokat használták is a rendezők, és ennek a, például egy ilyen lakásszínháznak, mert nevezzük lakásszínháznak ezt, amiben én játszom,
ennek az egyik nagyon erős mérvadó jellege az improvizáció. És amikor megismerkedtem, ez a lány, aki rendezi ezt a lakásszínházat, ez a Halász Péternek volt az asszisztense hosszú-hosszú évekig, és ugye ők is ezt csinálták, ezt a szobaszínházat, lakásszínház, padlásszínház, stb. Nek hívjuk. És hát ő folytatta gyakorlatilag a Halász Péternek a munkásságát. És már nem emlékszem, hogy talán pont van egy zenekarom, és a zenekar kapcsán találkoztam ezzel a lányjal, eljött egyszer megnézni, beszélgettünk, és egyik nap mondta, hogy van-e kedvem játszani ebben a dologban, részt venni ebben a dologban, és azóta csináljuk. Nagyon izgalmas feladat, mert tényleg 2-3 próbával egy 2-3 órás előadást kell végig csinálni, úgyhogy folyamatosan interakció van a nézőkkel. Szóval izgalmas feladat, azt én nagyon szeretem. Tehát, hogy nagyon benne, bele is mennek, tehát ők persze, akkor ott tényleg? Persze. Uh-huh. Hát már aki természetesen ez embere válogatja. Van, akinek van kedve, van, akinek van ilyen exhibicionista vágya, hogy éppen felugorjon és táncra perdüljön. De nagy részt érdekes, hogy azért általában inkább van, mint nincs kedvük. Uh-huh. Előbb mondtál egyet, hogy van egy zenekarod, az mit jelent pontosan? Ha esetleg valaki nem tudná, Eugenia formáció az a nevünk, és most leszünk 5 évesek, 29-én. Ismerhetnek téged egyébként a nézők ilyen formában, mint zenész? Tehát sok helyen fölléptek már, egy jó ideje csináljátok, hát ismertek vagytok? Igen, 5 éve csináljuk. Figyelj, ez egy olyan típusú zenekar, akik inkább az ilyen kisebb kocsmában él meg. Játszottunk mi már nagy színpadon is, A38-on, vagy nagy szabadtéri színpadokon is. Ott is izgalmas, de igazából ezekben a pici kocsmákban, ahol 40-50-60 ember félrel összezsúfolva, és ordítva táncol, és mozog, és így valahogy... Itt is megvan az emberek közt a kapcsolat, mint a lakásszínházban, igen, nem? Igen. Tehát akkor fontos neked az, hogy a néző mit gondol, az, hogy lásd a reakcióját, hogy most... Egyértelműen fontos, persze, bármilyen ilyen is, olyan is lehet, szóval, hogyha 6 millió embernek játszom, akkor is... tudom, hogy mit kell tegyek, de azért mindenképpen izgalmasabb, amikor bele tudsz nézni valakinek a szemébe, és látod a reakcióját. Uh-huh. Írták rólad, hogy nagyon, hogyha nyakig festékes vagy, akkor mert rajzolsz, akkor vagy igazán nyugodt. Ennyi stressz lenne az életedben, hogy kell az ilyen nyugalom? Faktor? Mindenkinek kell a nyugalom. Szerintem nincs olyan, akinek ne kéne. Az hazudik, aki nem keresi a nyugalmat. Nem az, hogy ez nyugalmatok. Érdekes mondom például, hogyha depressziós vagyok, vagy valami lelki problémám van, akkor ülök le festegetni. Mikor szóval, vagy mitől van ilyen néha? Hát mondjuk egy válás, vagy egy csörög a telefon. Egy válás, vagy egy halál, vagy bármi, ami ilyen nagyon mélyen megérint. Vagy egy veszekedés, lehet pici dolog is, ami kihozza. Aha. De most már, hogyha olyankor is szoktam festeni, tehát már feladtam ezt a felét, mert olyankor is szoktam festeni, amikor hívnak kiállítást csinálni, mert most már szoktam kiállítani is, és akkor... Hát csak beigazolódik, amit a legelején mondta, hogy művész vagy, mert írsz. Ja nem, azt még nem beszéltük, majd mindjárt megkérdezem, hogy írsz-e. Nem akarok írni. De minden esetre festesz, zenélsz, színészkedsz, tényleg nem akarsz írni ezek szerint? Mert nagyon sok színész átmegy az írás területére. Egyszer írtam, de az nem az volt. De tényleg, szóval egyszer elkezdtem egy mesét írni, Fülentő Tamara a mesehősöm, de abba hagytam. Ebben van. Mert szőrös arcú talp és szorongató szörp volt a főszereplő, és azt gondolom, hogy nem vették volna komolyan. Igen, feltételezem, hogy ilyen nevekkel, hát kicsit olyan, mint a Fanyűvő Manó a népmesében. Viszont azt tudom, hogy leírod az álmaidat. Uh-huh. Ezeket még mindig megteszed? És miért kezdted el leírni az álmaidat? Hát azért, mert általában az embereknek a 15-20%-a emlékszik ilyen hosszan és ilyen pontosan az álmaikra, mint én. Ezt sokat olvastam róluk, és tényleg ilyen iszonyatosan filmszerű, pontos és elképesztően egyértelmű történések. És akkor nem jön benned az, hogy te szeretnél ebből sztorit csinálni és megírni? Hát nem lenne rossz, de. Mert azért csak filmekben dolgozol.
Sára Sándor, hát az egyik legnagyobb volt, aki felfedezett a legelején. Majd egyszer. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és a nézőknek is köszönöm a figyelmet. Én is köszönöm. Menjenek és nézzék meg a színházban. Viszontlátásra! A műsor helyszínét a budaörsi Aromi étterem biztosította.